Figyelj már, küldtél egy képet, hogy több iPhone van ott az asztalodon. kicsit szaporodik. Hogy is van ez? Az a helyzet, hogy azok ajándék iPhone-ok, és charity-be mennek. Értem, szóval elhitted azt a mesét, hogy ha tovább küldöd ezt, meg regisztrálsz, akkor nyerhetsz iPhone-t, és tényleg nyertél. És tényleg nyertem, igen, és ott vannak. Na, de milyen az iPhone-os lét? Nagyon magas élet. Azt érzem, hogy még magasabb lehetne, hogyha tényleg része lennék az ökoszisztémának. Kicsit ez az érzésem, szóval nagyon jó, nagyon szeretem a készüléket. Ahogy mondtam már, nekem a legnagyobb pro része, az a kijelzője. Aha. Itt vagyunk, de nem hallunk. Megjöttek a Linuxosok. Egy hete iPhone-os, de már fikáz a Linuxosokat. Azt Windows-osként is, úgyhogy. Szóval a kijelző. Igen. Neked ezért mit van most? Neked ilyen csúcskészüléked van, nem? A 14 Pro. De nem a Pro Max, tehát nem a nagyobb verzió. Nem. Az nekem brutál. Nem, ez a kis kompakt méret, ez teljesen jó, de hogy ugye a Pro verzió, ami elvileg annak a legjobb a kijelzője, mert azt hiszem a Pro meg a Pro Max között csak a kijelző mérete a különbség, nem? Azt hiszem, ott van valami fényképezőgép, meg minden más is, meg szenzorokban is szokott különbség lenni. Aha. Hát akkor viszont nem a maxos van, akkor a középső van meg a három választási lehetőségből. De tényleg gyönyörű a kijelzője. Viszonylag hamar be tudtam lakni, és már kezdem megszokni a kezelést is. Élvezem, hogy tudok telefonálni, meg ilyenek, szóval az így hozzátartozik az élményhez. Úgyhogy nagyon jó, de ugye nekem nincs más Apple eszközöm, úgyhogy igazából az ökoszisztéma feeling az még nincs meg. Azt tökre tetszik, hogy Windows-on az iCloud app az tök szépen megy. Szóval le tudom húzni a képeimet, meg minden, szóval az jó, hogy már azért nincs ekkora szigor, hogy nincs átjárás így a rendszerek között, szóval az tök jó, hogy ez azt hiszem van annyi szigor benne, hogy Windows esetén talán csak JPEG-be tudsz menteni, és nem tudod az Apple-nek ezt a HVLC, vagy mi az Isten másik formátumát használni, ami talán jobban tömbövíti és kevesebb veszteséggel jár, mert ott kompatibilitási gondok lehetnek. Bár lehet, hogy le tudod menteni, csak nem tudod megnyitni, nem tudom, ott lehet valami. Úgy van, hogy ha browserben lépek be az iCloud-ba, akkor úgy tölti le a képet, hogy ez egy ilyen zippel csomag, amiben van. Szerintem abban van ez a RAW file, ami kicsit olyan szerkesztető, vagy egy nagyobb, meg van maga, vagy egy JPEG, vagy PNG, vagy ez az a H betűs, amit mondtál, és hogyha a Windows-os iCloud appot használom, akkor csak JPEG-be tudom tölteni, de ugye ezt beszéltük, nekem pont ez kellett, mert nagyon zavaró volt, hogyha browserbe töltöttem le, akkor ilyen egyesével zip fájlokba jöttek le a képek. Ez meg tök jó, hogy az appal fogom és áthúzom a fotókat, meg a videókat, és igazából abban a formátumban vannak, amiben amúgy is kellenének. Nincs olyan, hogy bólogas, hogyha hallasz minket, és készen állsz. Nem, nagyon halkan hallunk. Jó, hát akkor back to Apple. Úgyhogy amúgy azt persze mondjuk, most jöttem arra, hogy valójában teljesen nem igaz, hogy nincs több Apple eszközön, mert vettem AirTag-et. Ott... Na, Mr. Privacy. ott mondjuk tök jó volt tényleg, hogy ezt kivettem a dobozból, azonnal felismerte, regisztrálta minden, szóval tényleg nem kellett nagyon szórakozni vele. Elég fontos a cucc amúgy. Igazából most egy kulcsomóra, illetve a motoromba rejtettem el egyet, úgyhogy ezeket szépen lehet követni, úgyhogy ez az tök jó cucc, de most azért más dolgot nem tervezek velem. Amíg nem voltál itt, addig beszélgettünk Szengel, hogy milyen az Apple élmény, és mondtad, hogy az AirTag az milyen kis cuki és pontos jutott eszembe, hogy ez egyszerűen bármilyen rémisztő, hogy ilyen seamless, ott van, kiveszed, és egyből regisztrálod, működik, meg hogy milyen pontos, ez egyszerű rémisztő is, meg zseniális is, de nyilván ahhoz, hogy zseniális legyen, ahhoz elég sok mindent fel kell adjál, illetve hát az ebből ígérete szerint nem kell feladj sok mindent, mert hogy ebben más nem tud normál esetek között beleszólni, tehát te nem tudod azt csinálni, hogy akkor találsz egy AirTag-et, és visszaköveted, hogy akkor kin keresztül ment, meg mit tudom én. De biztos vagyok benne, hogy rengeteg időt tesznek abba a megfejlesztést, hogy ez hogy tud egyszerre biztonságosnak tűnő és privacy szempontból védhetőnek lenni, meg hogy hasznos is. Nekem ez kicsit ilyen
ledöbbentő sokszor, hogy addig nem hoztak be a piacra idézőjelek között semmit, tehát nyilván azért ez nem teljesen igaz, de mondjuk most például a mostani trend az összehajtogathatós telefon, tudod, ez a nagy kijelző, de összecsukva kis kijelző, ami szerintem egyébként nagyon hasznos tudna lenni, de hogy elég sokan panaszkodnak a zsanérok miatt, és ugye addig nem hozza be a piacra, míg ezt nem tudja olyan módon prezentálni, hogy az jól nézen ki, megbízhatónak tűnjön, tehát hogy ne az legyen, hogy szétesik, és ezt viszont nagyon sokszor felülírták azzal, hogy már pedig, mit tudom én, szétesett, ugye volt az antenna gét, amikor az volt a válasz a Steve Jobsnak, hogy hát rosszul fogod, tehát mert hogyha úgy fogtad a telefon teljesen markolva a kezedbe, hogy leárnyékoltad, ugye ott hozták ki az antennát a készülék ilyen keretébe, és hogyha azt rosszul fogtad, vagy rosszul tartottad, akkor így le tudtad árnyékolni. Egyébként volt ilyen issú ténylegesen, de amúgy meg igaz, hogy hát nem kell itt teljesen lefedni az telefon, nem úgy kell fogni, mint hogyha feledékkalitkát akarnál csinálni belőle, de hát persze ez nem egy... Akkor ez volt az a... Tehát innen ered az a mém, hogy rosszul tartod, mert nagyon sok mindenre mondják, igen, azt, hogy rosszul tartod, tudod, hogy fényképezel valamit, és nem lett jó, vagy csak mondjuk nem ízlik a sör, akkor azt mondod, hogy rosszul tartod, vagy rosszul fogod. Azt hiszem a pontos idézet úgy van, hogy akkor ne fogd úgy. Tehát, don't hold it that way, vagy you're holding it wrong, vagy nem tudom mi a pontos. Igen, ez... Illetve igen, ez kapcsolódik a régi szoci mondás, hogy nem a zsömle kicsi, hanem a pofátok nagy. Igen. ezt vitték tovább. Amúgy a privacy-re visszatérve, ugye amikor pont az AirTag-nél ugye azt mondja, hogy ez ugye tilos emberek követésére használni, és hogyha ilyen kapnak, akkor amúgy igazából ők ki tudnak adni adatokat a hatóságoknak, hogy ki volt az AirTag, stb. De elvileg ezt ugye csak ők tudják, mert amúgy meg az AirTag semmilyen ilyen típusú adatot nem tárol, ugye elvileg útelőzményt sem tárol. Most ez jó kérdés, hogy például amikor a hatóságoknak odaadják, akkor vajon tárol. Szóval, hogy ha ők tudják ezt, vissza tudják ezt fejteni, és adott esetben út adatokat is tárol, és azt át tudják adni a hatóságoknak, akkor ugye ezek az állítások nem igazak. Szerintem ők nem, tehát hogy maga az AirTag az nem tárol. Az AirTag az igazából csak egy jeladó, ami éppen leadja az aktuális pozícióját a többi Apple eszközön keresztül. Tehát te vagy úgymond a közvetítő közeg, viszont ez az egész megérkezik az iCloud-ba, tehát az Apple szervereire, ami azt jelenti, hogy ha reálisan nézzük, akkor maga az AirTag, az a kis fehér basz, az lejelenti, hogy itt láttalak, vagy itt látszottam legutoljára, az aktuális lekérdezés pillanatában, vagy ugye elküldi nem tudom hány percenként, másodpercenként, hogy hol van, ha van éppen a közelbe eszköz. Tehát abban se GPS nincs, se aktív kommunikáció nincs, GSM vagy ilyesmi, hanem benne egy low energy Bluetooth jeladó van, és maga a saját azonosítója, ami a közelben lévő telefonon keresztül beküldi az Apple-höz, hogy ez az AirTag, ez itt van. Azt az Apple tudja utána, hogy az kihez tartozik, maga az AirTag, és ő tudja esetleg tárolni azt, hogy hát historikusan hányszor jelentette le magát az AirTag valahol. Na igen, igen, de hogy elvileg ugye ez az, ami úgymond nincs, de gyakorlatilag van. Szóval igen, értem, hogy ott nem tárolódik semmi, nincs rajta memória, meg semmi ilyesmi, de hogy elvileg nem lehetne útvonalat visszanyerni, gyakorlatilag meg hát nyilván lehet, hiszen pontosan azok a kis lejelentésekből nyilván ki lehet pontozni egy útvonalat. Amúgy úgy unblock a telefonnál, ugye végignéztem mind a 10 000 beállítás rajta. Ott tényleg ügyesen van csinálva, hogy ez a nekünk fontos a biztonság, ez úgy mindenhol ugye szembe köszön, meg a privacy, meg ugye teljes kontrollod lehet persze elvileg minden mögött, de közben meg ugye ott vagyunk, hogy ez a nagy jóság, meg barátság, ez csak is kizárólag az iCloud keretein belül, vagy ez, hát az Apple ökoszisztémán belül működik. És ugye itt most az a kérdés, hogy azt te mennyire tartod privacy security szempontból kielégítőnek. Ezt nem tudom, mert nem igazán követtem ezt a részét a dolognak, de hogy is, hogy nincsenek olyan szempontból naív vágyálmaim, hogy ez nem tudom, privacy szempontból erősebb lenne, mint például nekem a Google telefonom volt, ami nyilván azért dolgozott azon, hogy a
commercial, ha más nem commercial felhasználásra azért szolgáljak inputtal nekik. Figyelj, most én csak abból tudok kiindulni, hogy mik a marketing szlájdok, na most ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, de ugye ők elég teljesen ráfeküdtek arra, hogy olyan módon rakják össze a telefonokat, hogy magának a képnek az elemzése például, meg az összes adat, ami történik, az nem a felhőben történik. Ezért nem annyira jó mondjuk egy képfelismerője, mint a Google-nek. Tehát mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy Google-en szolgáltatással én valahol a természetben lefotózok egy növényt, az jó eséllyel utána kiadja, hogy az milyen növény, egy wikicikket hozzá, blablabla. Ez az Apple esetén nem működik így. Tehát, hogy ha ott lefotózol egy növényt, van úgy, hogy megtalálja, de van úgy, hogy nem. Tehát, hogy itt elvileg maga az elemzés a telefonkészüléken történik, magán a hardveren. Innentől kezdve lehet azt mondani, hogy a családi képeidnek az arcfelismerése és minden egyéb felismerése az helyben történik, tehát ha az titkosítva van a telefonodon, akkor nem a felhőben továbbadva a metadataidat és egyebeket értékesítik, de hát ugye most ezt vagy elhiszed, vagy nem. Tehát, hogy az tény, hogy éjszakánként a telefon az nagyon aktív. Tehát amikor te azt gondolod, hogy letetted a telefonodat töltőre és akkor megvagy, az valójában azt jelenti, hogy a telefon ilyenkor kezdj el elemezni a képeidet, amiket fotóztál, ilyenkor kategorizál, ilyenkor indexel, tehát elég sok mindent csinál éjszaka a telefon. Kozíron fáradt másnap. Igen. Én ezt onnan szoktam észrevenni, hogy mondjuk amikor leveszem éjjel a töltőről, akkor lehet, hogy melegebb vagy éppen látom, milyen... De mi van? Itt most be lehetne rakni a mémet, hogy leveszed hirtelen a töltőről, és akkor what you doing? Me? Nothing. I'm just hanging around. Igen, kb. Akkor rajta kapottad, hogy így a családi fotóidat ide egyesével végig kukkoljon a nyitóba. Mit csinálsz, haver? Semmi. Aludj továbban, tedd a jó éjszakát. Igen, és tudod, és bekapcsolja a kezemben az Apple Watch-on a sokkoló funkciót, hogy aludj tovább, és kiesel. Ja, figyeljetek, van egy nagyjából security vagy nem security jellegű kérdésem. Be kéne jutnom egy épületbe, gyakran, rendszeresen, gépjárművel, és vagy éppen gyalog, de utána gépjárművel, úgyhogy nincs nekem hivatalosan oda kulcsom. A bejutási lehetőség az úgy működik, hogy a garázsajtó az egy telefonszám felhívásával történik, és itt lennének egy haverom kérdezi, hogy lehet swim swappingot csinálni, illetve hogy lehet azt elérni, hogy esetleg megtudjam, hogy ki hívta, milyen számról hívták azt az adott számot, mert hogy ez úgy van, hogy a garázs használat, illetve a telefonszáma, akkor fogod a autentikációt kapni, hogyha végbe ment az adásvételi szerződés. Viszont addig is be kell jutnom a garázsba, ami ki van fizetve, hozzátenném, tehát hogy részben jogosultnak érzem magam a használatra. Hogy a másik lehetőség, hogy bejutok a földi halandóként a kaputelefonos emberi kapunál, és lemegyek a mély garázsba, és hadonászok az érzékelőt, mert belülről kinyílik, ugye? Majd visszaszaladok az autóhoz is. Tehát, hogy ez a két bejutási pont van, ti mit tippelnétek, vagy mit javasolnátok, hogy hogyan lehet ezt feloldani? Tehát melyik egyszerű, valakit leütni, és az NFC kártyáját, vagy RFID kártyáját lemásolni, mondjuk egy izével, a Delfinnel, vagy a telefonszámot valahogy megbuherni? Én megdumálnám. Vagy megvárni az adásvétel végén. Ez mindenképpen, de egyébként én megbeszélném vele. Tehát én nem leütném, hanem én a meggyőzés mellett vagyok. Mit tudom én, biztos van az a mennyiségű sör, vagy csoki, vagy bármi, amiért cserébe megengedő, hogy lemásolod a kártyáját. Mivel gondolom... Ez milyen gyors folyamat, és milyen közel kell menni? Nem kell közel menni. Ne, tehát ez úgy van, hogy kell valaki, akinek van ilyen felszerelése, és akkor gyakorlatilag oda mentek hárman, mert hogy ketten, ahhoz az emberhez, és akkor így oda tartja a kártyáját, és kész. Gyakorlatilag a másik meg kiírja a te üres kártyádra, vagy egy ilyen kulcstartó kis bigyulára. A lényeg az, hogy lemásolódik, mert feltételezem, hogy ez közös mélygarázs, tehát igazából mindenkinek a izéje nyitja. És, tehát nem az van, hogy az övével, ha kinyitod, akkor az ő autójához hozzáférsz, hanem ott minden... Egyébként a mélygarázs az úgy nyílik, hogy a telefonszámot felhívod, és akkor nyitja a kaput. Viszont, hogyha a garázsban nem jutok be az autóval így, mert a telefonszámot szerintem nehezebb megbuherálni. Ez biztos. Arra gondoltam, hogy oda söndörgök valamelyik már bent lakóhoz, aki valami oknál fogva már elvehette, vagy felvehette a lakást, mi még ugye nem. És valahogy nem tudom, oda bújok hozzá, míg a kis delfin nem lemásolja az ő kártyáját. Ked van delfined? Nincs, de na, hát... szerintem egy olcsóbb megoldás venni egy delfint, mint 100 000 forint fölött van. Ugyan már. Több mint 100 rupia. Nézegettem a delfineket, a hardware aprón, képzeljétek el.
és 100 ezer fölött van a használt Delfin, az új Delfin meg még a jócskán a fölött, úgyhogy én nem vagyok benne biztos, hogy olcsóbb egyébként, mint mondjuk egy six-packet. Nem, azért már bérlek két havi garást, úgyhogy... Hát így van. Nagyjából pár hét az átfutás idő még, amíg engem hivatalosan beengednek a garázsba. Hát a kislángos csinálán több embernek van amúgy Delfinje, úgyhogy... Bérelt ki tőlük egy napra. Á, jó, de az milyen, mert tudod, hogy izé megkérhet, hogy nem tudom, illegalitásba vonuljon aztán. Érted? Mondjuk lehet, hogy nem, az egyik hallgatómnak voltam úgy, ahol tanítottam, és tudod, hogy poénkodtunk, hogy hát izé, most biztos, hogy le tudod másolni a belépőkártyámat, és le tudta. Tehát, hogy le kellett jelentenem, hogy elhagytam a kártyámat, mert hogy just to be sure, tehát hogy az izé. De hogy neki volt, akkor lehet, hogy megkérem, hogy van-e kedve felutazni Pestre, és a túlbánya alól előkapni a Delfint, és lemásolni a kártyát. Ez az egyik. A másik alternatíva, amit én egyébként alkalmaztam a kerékpáros időkben, amikor a kerékpárom nem volt eléggé nagyon, hogy most mondjam csak, nem volt akkora fém tömege, fém mennyisége, hogy a hurok detektor, ami a padlóban van, az aktiválja a garázskapu nyitását belülről. Ezért van bent minden ilyen garázskapunak, van egy vésznyitó gombja. Ez egy piros gomb, amit megnyomsz, akkor kinyílik. Ez ilyen menekülő útvonal. Na hát, akkor mondjuk azt lehet csinálni, hogy beállsz az ajtó elé, és akkor kirakod a vészvillogót, hogy addig se bántsanak, mert az minden elől mentesít, és akkor körbemész gyorsan, megnyomod, amikor fölnyílik, felszaladsz, beülsz, és már mész is lefelé. Hát de be kell jutni valahogy, tudod, ez a gondom. De be tudsz jutni. Tehát, hogy belülről mozgásérzékelős. De hogy ott sima egyszerű mozgásérzékelő van? Jaj, hát... Még azon gondolkodtam, hogy a garázs ajtónak a tetején van ilyen rácsok, és ott valami izével, csúszdival belövök valamit. Nem, mert ezek a mozgásérzékelők általában hőt érzékelnek. Ezek infravörös. Akkor lovat kell beküldeni, és mondom neki, hő. Nem. Láttam egy olyat egyszer valahol, hogy azt csinálták, hogy fogott a fickó a szájába vizet vett, tehát felmelegítette a szájában a vizet, majd a banknak az ajtaján volt egy kis rés, a bankautomata vezető ajtók között volt egy kis rés, és ott befújta, így bepermetezte a szájából, és ugye az meleg, egy ilyen meleg felhőt jutatott oda, testhőmérsékletű felhőt, és bentről azt érzékelte a szenzor, hogy ott van valaki, és kinyitotta neki az ajtót. Tehát azt el lehet képzelni, hogy odamész, és forró levegőt fújsz be azon a felső résen. Te ezt gondolod, hogy nem sima izé, sima, nem tudom, lézeres csapda, hogy ott valami átmegy előtte, és akkor hello? Feltétlenül, hát na, a lézeres csapda az egy izé, az egy optó, csatol egy akadályérzékelő, de a mozgásérzékelő az viszont izét érzékel, az hőt, ez a passzív infra. Szerintem nem olyan, hogy aktív mozgásérzékelő, hanem tudod, hogyha valami beér az ő sugarába, akkor nyitja az ajtót belülhölt, mert ott láttam a kis izét. Még azon gondolkodtam, hogy felszerelek, tudod, egy ilyen elektromágneses valamit a plafonra, és amikor megnyomom kint a gombot, van nálam egy távirányító, megnyomom a gombot, akkor leesik, az átmegy a lézeres érzékel előtt, és kinyílik az ajtó. Csak lehet, hogy hülyének néznek a... Mert a gond az egyébként, hogy hétköznap, amikor az autót beszoktam vinni a mélygarázsba, akkor dolgoznak még a jó munkások, tehát ugye reggel bemegyek, leviszem, és ott árulom. Mert hogy a gond az, hogy a garázstól nagyjából egy 6 kilométerre lakva, eléggé borsosáron kell az utcán parkoltatni az autót, este 10-ig fizetni kell, úgyhogy én amikor használom az autót, akkor mindig utána visszaviszem a leendő lakhelyünkhöz a mélygarázsba, ott hagyom és hazajövök, vagy BKV-val, vagy futva, vagy nem tudom, most a héten futottam haza. De hogy ma például nem dolgoztak a munkások, szóval így igen. Tök szerencsém volt, hogy éppen jött ki valaki, és én meg beszöktem úgy téve, mint a telefonálnék éppen, de hát ez nem életvitelszerű. Jó, figyelj, hogyha akadályérzékelő van csinálni, akkor, hogy megnézed, hogy hol van a szenzor pontosan, valószínűleg valahol alacsonyan lesz, hogy a lökhárítót érzékelje. Egyébként nem, közel ilyen derék magasságban. Derék, mindig, még az is jó, és valószínűleg közel az ajtóhoz, nyilván. Úgyhogy ne kell nézni, hogy mennyire is van az ajtó alatt, mennyire lehet az ajtó alatt benyúlni. Gondolkodtam rajta, nem opció, mert távolabb van az ajtótól, tehát olyan nagyjából 1-1,5 méterre van az ajtótól, és alul nincs rés, hanem felül vannak ilyen pici apró lyukas. Valami rés biztos, hogy van alul, nem? Semennyi nincs? Ahol egy pálcát be tudsz tolni, nincs olyan? Annyi se? Kár, mert akkor lehetne betolni egy olyan pálcát, amit annak a végén így föl lehet így, tudod, és akkor azzal ugárba. Ne, felül van, de attól meg akkor azért félhet, hogy benyúlok valamivel. Bedarál, és akkor ott lesz-e becsavarva, ez nem jó.
Nem, akkor meg azt kell csinálni. Antenna burító. Nem, akkor meg tényleg azt kell csinálni, hogy kell egy kis, izé, kell egy kis ilyen szervomotoros aktuátor, amit egy kis wifi-vel tudsz vezérelni, mondjuk egy ESP8266-tal meghajtod, de egy kis access pointot hoz létre, ahhoz csak te tudod a jelszót, és azt rá kell tenni, vagy a tükörre, tehát vagy a vevő, vagy az adó oldal fölé, és akkor a szervomotor, ezek általában úgy vannak megcsinálva, hogy ezek ilyen, tehát pörög a motor, és ilyen fogaskerékátétellel lelassítja kicsire, és akkor a szervomotornak mindig van egy ilyen kis karja, ezek a távirányítós szervomotorok, amik van egy ilyen kis karja, amivel lehet állítani a bármit. Na, arra a karra rá kell szerelni egy kis lapot, és akkor az így beengedi a ezért, ahogy hívják elé, mutatom a kamerába, hogy így beengedi, és aztán meg így vissza, és akkor kinyílik az ajtó. Még arra gondoltam, hogy veszek egy DJI-t, az elég nagy hozzá, behagyom a garázsba mindig, és mikor odaérkezek, akkor csak rácsatlakozok, és felszállok vele, és akkor így... Távirányítós autó. És látom az első mozdulat, hogy így, hát az nem elég magas, tudod, az zászlóval. A baj. Ó, nem lesz feltűnő. Leállok a 63-as helyre, mínusz harmadikra, és mivel feljövök vele. Ja, nem jó, mert nem nincs jelölőség. Hát ez az. Á, mindegy. Sehogy se jön ez össze. Rengeteg módon meg lehet csinálni, csak tényleg ott kéne, figyelj, egy ízét, csináljunk egy ízét, egy ilyen Red Team Assessmentet. Mondd a címet, kimegyek, megnézem, mit lehet csinálni valamelyik este. Oké, okay. De este nem tudsz bejutni, mondom még egyszer. Ja, persze, mert az egész ízé le van zárva. Nappal van nyitva. De így telepe is le van zárva? Tehát így az ajtóhoz vezető út is le van zárva? Hát igen, tehát áll egy épület, egyébként 13. kerületben, úgyhogy könnyen megtalálod, de annyi, hogy a izé is le van zárva, a garázs is, meg hát maga, mondjuk több bejárat van, és lehet a többi az nyitva van. Mert hogyha valaki már vett át lakást ott, akkor gondolom, ezért nincs kijárási tilalom, tehát ezzel még építkezünk, úgyhogy 8-tól reggelig léci, ne hagyjátok el a lakást, jó? Vagy hogy? Tehát... Nem, hát ők ki tudnak jönni, tehát hogy kijönni ki lehet, csak azt nem tudom, hogy na mindegy, a kulcsos megoldást hagyjuk, hogy lockpick-eljük a izét. Nem, szerintem egyébként olyan kulcsos, ami nem biztos, hogy könnyen. Még arra gondoltam, tudod, hogy megyünk fel úgyis az értékesítőhöz tárgyalni, és akkor az irodájában lemásolok pár ilyen teget, hogy akkor nézzük csak meg. Sőt, elhozok egyet. Rossz, nem rossz. Jó, de most emberek még nem laknak bent a lakásokban, nem? De igen. Akkor oda lehet menni assessmentelni sem. Tehát mondjuk, hogy olyan 10% nagyjából a lakásokban már laknak. Meg vannak lent autók. Na mindegy, majd lesz a megoldás, biztos vagyok benne. Hogy a hallgatók úgyis megoldják, szerintem leépítik az épületet fölül le, úgyhogy bejutok. Amilyen lelkesek a hallgatóink. Most ugye írtad, Ninja, hogy te még elmész sőhért, és én is végig gondoltam, hogy akkor én is behozom a podcast felszerelést, ami áll egy szemcsebből, áll egy orspréből, és teából, úgyhogy úgy érzem, kicsit nyugdíjasba vonultam. Ez azért van egyébként, mert hogy akartam inni bort, viszont még vezetni fogok a mai nap folyamán. Viszont vettem kézbelétek vízipipát, mert hogy nagyon nagy elképzelésem az, hogy a nyári office-om, mivel idén nem lesz annyira meleg állítólag, hisz csak 40 fok lesz nyáron, ezért valahol a szigeten lesz egy függőágyba, és közben vízipipázva fogok dolgozni. És egy ilyen hirtelen ötletről vezérelve nem 300 év vettem objektívet, hanem inkább csak 50 év vízipipát, tehát hogy ez így olcsóbbnak tűnt. Nem akartam egyébként még megvenni, de úgy elkapott az ötlet, hogy hát néha vízipipáztunk, az úgy jó hangulatú volt, miért ne, és olvastam, hogy létezik olyan, ami dohány, illetve nikotinmentes, tehát hogy nem károsít még annyira se, mint a vízipipa egyébként, hogy az se feltétlen annyi dohányt és nikotin tartalmaz, mint a klasszik cigi. És bementem, hogy na, akadjanak tanácsot, nézzük meg, hogy mik vannak. Mindenképpen mobilist akartam, tehát amilyen kisebb, hordozhatóbb, stb. Hát annyira jó volt a tanácsadás, hogy hát a végén lecsippantottam a bankkártyát, és kijöttem a felszereléssel, és nekem volt már vízipipám, ilyen otthoni, nagyobb, mit tudom én, természetesen az első használat után összetörtem, tehát hogy annyira rossz volt, van tenni. Nem, hanem mondták, hogy hát ugye van a tömítés, és a tetejre rá kell szorítani a izét, hát így szorítottam, és így letörtem a kis kerel miatt, hát nyilván ezt lehetett volna venni másikat, de aztán annyira nem kapott el akkoriban minket. Mert hogy folyamatosan megégettem egyébként a dohányt, és ezáltal ilyen kesernyés íze volt. Úgyhogy, de most kaptam tanácsot, hogy kell, meg mint kell, meg tök jó felszerelést, és akkor az egész vízipipa
cucc mindenestől, mint egy kisebb, tudjátok, az a régi VHS kamera, vagy nem VHS, mi volt, az a H8 kamera, vagy nem tudom milyen. Ja, ja. Kis camcordernek a doboza, táskája, na akkor az egész, belefér a maga a vízipipa, hozzá a kis kerámia, a cuccli, meg úgy minden, és hát nagyon-nagyon fun, úgyhogy ez lesz majd az esti program a borozás mellett, hogyha a felvételt lezártuk, hogy akkor rágyújtok egy barackos vízipipára. Nem tudom, valami most nagyon elkapott ez a lazulós vízipipázós feeling. El kell menni szedni egy kis vízipipába valót a lombkoronas sétány mellé. Úgy hallottam, hogy ott nőnek mindenféle érdekes botanikai gyöngyszemek. Hát azt most bezárták. Hát jó, de hát figyelj, egy jó gyakorlat a garázs. Mert hogy lezárták, hogy magánterület, érted? Ami közpénzről készült, azt lezárják, hogy magánterület, szóval. Mert veszélyes, tudod, le tudsz esni, meg minden baleset esélyes. De figyelj, igen. Ez egy jó gyakorlat egyébként a garázsba bejutáshoz. Hogyha be tudsz jutni a lombkoronás sétányhoz, akkor következő lépésben lehet próbálkozni a garázssal. Legyen az a proving ground a lombkoronás sétány. Hát még felmászok a fá... Ja, nem. Legalja. Na, veletek mi volt a héten? Most már kimeséltem magam. Nem is tudom, mit mondja. Jaj, de mondok, képzeld el, képzétek el, hogy akartam is egyébként levenni a mikrofont az állványról és oda tartani egy kicsit itt a géphez. Ilyen ipari hangulat van, mert itt ment a 3D nyomtató mellettem, amíg ment a logbook eleje. Lehet, hogy majd benne lesz egyébként a zajnak, szóri előre is. Most megállt, úgyhogy már hiába, tehát végzett a munkával. De hogy így most már eljutottam arra a pontra a 3D nyomtatóval, hogy már elhiszem, hogy működik. Mert ugye nagyon sokáig szenvedtem vele, hogy menjen. Biztos volt már erről szó, meg sokat meséltem róla, hogy mennyit kínlódtam vele. Végül megtaláltam a hibáját, és elkezdett jól nyomtatni, akkor onnantól kezdve, tudjátok, úgy voltam vele, mint amikor így a gyerek az első lépéseit teszi, hogy így, hát így azért mindig ott tartottam a kezem körülötte, meg így teljesen ugrásra készen, hogy sohassam, nem a gyereket, azt nem szoktam, de hogy a gépet ott leállítassam, hogyha valami nem úgy alakul, és aztán így egyre gyakrabban volt az, hogy nem egyre gyakrabban, hanem így minden egyes alkalommal igazából végigment a nyomtatás, és kinyomtatta szépen a munkadarabot. Jutott, na, nem tudok be. Most jutottam el odáig, hogy most már elhiszem, hogy működik, és megbízhatóan működik, úgyhogy már így operatív munka közben, amikor a kamat csinálom, én hackelek, pentesztelek, akármi, akkor így megy itt a háttérben a nyomtató, és így hoz létre dolgokat. Tehát mit tudom, mutatok például most mindjárt a kamerába valamit, hogy a hallgatók is lássák. Ez például, nem tudom, mennyire látszik. Nincs elővető fekete baszt. Úgy akarom, hogy látszódjon, megvilágítom. Úgy néz ki, mintha Kossuth lenne. Igen, ez egy mellszobor, pontosan, nagyon jól látod, ez egy mellszobor. Itt lakik itt egy bácsi mellettünk, és mikor tudomást szerzett arról, hogy van nekem 3D nyomtatóm, akkor mondta, hogy... A mellszobrot úgy képzeljétek el, hogy egy férfi alaknak a szobra nagyjából melltől fejteteik, tehát nem konkrét mellek vannak a szoborban. Ja, nem nyomtattam melleket, való igaz. De az ötlet nem rossz. Írom is be a keresőbe, hogy big boobs, vagy valami ilyesmit, vagy tiny tits, attól függ, hogy kinek mi az ízlése. Egy a lényeg, hogy man boobs. Ja, hogy mondta a bácsi, hogy akkor ő adna nekem egy ilyen 3D szkennelt objektumot, amit edvem, és mondtam, hogy hát miért ne próbacseresznye, és ez konkrétan ő maga volt, hát így beállt a 3D szkenner elé, és csináltak róla egy ilyen melltől fejtetőig szkent ki. Egészen elképesztő egyébként, hogy így felismerhető meg mindent. Tehát így a ruháiredői, meg minden látszik tisztára, mint egy bronz mellszobor azokból az időkből, amikor tudjátok, így a lakásokban volt időnként így kitéve egy-egy Petőfi, vagy nem, Kossuth, még néhányaknál Horthy, de mindezből most nem menjünk bele. Vagy nem tudom, lehet, hogy vannak Viktor szobrok is. Vannak egyébként, az egyik kollégámnak van. Tényleg? Aha. 3D nyomtatott, vajon? Azt nem tudom, de van neki, és azt szokta ütögetni, vagy nem tudom. Jaj már. Na mindegy, figyelj. És akkor megcsinálta a gép, ma lett kész vele, itt tényleg meló közben, itt 2 órán keresztül dolgozott rajta a masina, aztán ezen felbuzdulva gyorsan bedobtam még egy izét is, egy alkatrészt is, hogy azt is nyomja ki, akkor az most végzett. Azt hittem, hogy hamarabb meg lesz vele, de ez meg egy ilyen menetes végű holmi. Nagyon rágyógyult a munkaasztalra, nem tudom, leve. Ez meg egy ilyen menetes végű, mindig a mikrofonnak akarom mutatni, és távol van a kamerától, itt van, tessék. Ez ilyen menetes, becsavarható dolog, nincs vagyok, hogy jó lesz-e, és illeni fog-e oda, de hogy így, tehát így megcsinál. Konkrétan menet van rajta, meg hibátlan, szóval hiszen elképesztő, és teljesen el vagyok ezen csodálkozva, hogy az ilyen megbízhatóan működik. Szintet léptem ezzel kapcsolatban. Aztán, ami még történt, az, hogy arról majd beszélünk a B-sides. Szenga. Én végre ki tudtam vinni a motort a garázsból. Így. Na, megtaláltad a kijelhetőt? Nem, megkaptam én is a nyitógombot, tudod. Ja. Kimehessek.
Nem, hát elég brutál, hogy itt vagyunk május végén, és konkrétan most jött el az idő, hogy lehet menni. Úgyhogy zsebre vágtam az iPhone-om, az AirTag-em, és elindultam, úgyhogy hát nagyon szánalmas az eddigi szezon, konkrétan azért küzdök, hogy az első ezresszer vízig eljussak. Ez egyrészt jól mutatja, hogy milyen időjárás volt egyrészt, meg azt is, hogy az én szabadidőm is kezd néha beszűkülni. Úgyhogy ja, és most tervezem megvenni ezt a táskát, amit annól még szerintem az egyik alcsatornánkra, a kocsogósra bedobtam, hogy van egy nagyon... van egy nagyon királymotoros táska, amit régóta nézegetek. Az Apple-lel szemben 10 év garanciát adnak rá az egy év helyett, úgyhogy... De szánalmas. Nagyon, nagyon magabiztosak, hogy jó lesz a termék. Amúgy ez az Apple... Figyelj, nekem az összes táskám, ami itthon van, kivéve egyet, örök élet garancia van, jó? Tehát, hogy... Jó, de 10 év az tulajdonképpen örök élet. Halljuk be. Amúgy azt hiszem, hogy ez se, tehát Európában nem örök élet, hanem valami 50 év, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nem lehet örök élet. Úgy... Európaiak nem élnek örökké, főleg a magyarok nem. Igen. Nem, hogy az öröklés meg egyébként is olyan, hogy hát tudod, most továbbadod, az milyen már. Na igen. Szóval 10 év, igen. 10 év, igen, és amúgy csak erről beszéljünk már egy kicsit, hogy azért ez az Apple egy év, ez ettől így betikkel a szemem, szóval adom nagyon az Apple, de ami miatt mindig is kritizáltam, a sajnos most se változott, hogy ezért ez egy elképesztő lehúzás, szóval az egy kicsit olyan ilyen arc leszakítós élmény, hogy nagyjából majdnem 500 000 forintért veszek egy eszközt, amire egy évig vállalja a garanciát a gyártó. És hogy, az milyen és év? És a konkurenciánál ez hogy van? Tessék? A konkurenciánál ez hogy van? Hát 3-5 év volt az eddigi, amik nekem voltak androidos telefonok. 3 év volt a minimum. De... Szerintem kicsit összetéveszed a dolgot, amire te gondolsz, az a meddig gyárt szoftvert hozzá. Nem. Ez a készülék garancia. Ez a készülék garancia, nem a szoftveres supportról van szó. Úgyhogy... De az csak egy év. Nem, azok is jók ott a számok. Na, ez ebbe jó az Android, jók ott a számok. Úgyhogy ez kicsit fáj, ez nem tartom egy jó üzenetnek. És ami kicsit még jobban zavar, hogy amit szintén beszéltünk, hogy ha mással nem is, de az akkumulátorral lehetnek rövid távon problémák, szóval, mert ha az lenne, hogy igazából a készüléknek nem lesz baja nagyon egy vagy két év után se, hanem egyszerűen csak a cég kockázatéségében ennyi fér bele, hogy egy évig vállalnak izét, akkor azt mondom, hogy jó, oké, lenyelem, de ugye nem erről van szó, és nem tudom, ez engem nagyon feszélyez, mert ahogy annó elmondtam a Google Pixelnél, ami hát olyan mennyi, 300 000 forint környékén volt, hogy nekem az már egy ilyen elképesztő, milyen önerőszak volt, hogy ennyi pénzt kiadjak egy telefonért, most ehhez képest ugye az Apple az egy még brutálisabb szintlépés, de ugye eddig mindig úgy voltam vele, hogy oké, viszont ez ugye sokáig jó, hosszú távú befektetés, bla bla bla, és ugye ehhez képest 500 000 forintért azt mondja a cég, hogy hát haver, olyan egy évig vagyunk itt mögötted, aztán hát imádkozzál, hogy ne legyen semmi. Van egy ilyen köztes helyzet annyiban ugye nálunk, hogy elvileg jogszabályban 3 évet kell adni, azt hiszem 200 000 forint fölött, de ezt nem tudták nekem világosan elmondani az Apple-nél, hogy ez pontosan hogy néz ki, mert azt mondták, hogy egy éven belül bevihetem bármelyik Apple szervizbe, de elvileg utána már csak oda, ahol vettem, akik aztán kiküldik nekik, nem? Nem. Ez úgy néz ki, hogy te beviheted bármelyik Apple szervizbe, ami nagyjából 2 szerviz Magyarországon, mindenki más hozzájuk küldi, tehát bárhol viszed vissza a telefonodat, az nagyjából hozzájuk kerül be, ők azok, akik hivatalosan az Apple-el ezt dílelik, és hogyha itt tudod számlával bizonyítani, hogy te ezt Magyarországon vásároltad, akkor érvényes a garancia neked az adott időig. Azt nem tudom, hogy 2 vagy 3 év egyébként. Tehát, hogy régen ugye 2 év volt x 1000 forint fölött, most lehet, hogy változott 3 évre. 250 000 forint felett 3 év garanciát kell adni.
Akkor ez érvényes rájuk is, tehát az egy év az világszerte bárhol, az első évben bemész, mit tudom én, összeszartam magát a telefonod Japánba, akkor ki fogják neked csörélni, vagy hát megmondod, hogy hova küldjék neked az európai változatot, és kiküldik, legtöbb esetben ez ilyen. És a további két év, vagy három év, vagy második és harmadik év, az meg csak úgy, hogyha tudod bizonyítani, és nekem ez volt a gond a fejhallgatómmal, hogy azt Amerikába vették. Tehát, hogy nekem azért szívás egyébként, hogy az tönkrement, mert hogy nem volt magyar számlája, ezáltal nem volt a plusz egy év kiterjesztett garancia hozzá. Ezt az USA-ban egyébként úgy oldják meg, hogy nagyjából 100 dolcsért plusz évet vásárolsz, vagy plusz több évet vásárolsz, tehát az Apple-kkel van ilyen. Én nem tudom, hogy egyébként más gyártóknál ez hogy működik, én nem nagyon tudom elhinni, vagy elgondolni azt, hogy globálisan nézve egy Samsung, vagy egy bármilyen más telefon többet adnak garanciában, mint amennyit a jogszabály előír. Tehát, hogy ez jó, az, ők is pénzből élnek. Világos, tehát, hogy... de a három év az biztos, hogy volt. De hogyha jól értem, akkor végül is ilyen formában most is biztosított az Apple-nél a három év. Magyarországon igen, tehát hogyha itt veszel telefont, vagy itt veszel bármilyen eszközt, amit a jogszabály előír, az náluk is ugyanúgy van, igen. Na, hát akkor mit kell szídni ezt az országot? Hát ilyen dolgok vannak. Hát igen, csak tudod, ez egy helyi dolog, szóval ezzel is itt akarnak minket tartani, hogy nem menjek Németországba élni. Hát de miért mennél bárhova, antenna? Hát ez a létező világok legjobbika, úgyhogy... Így van, igen. Ja, de mondom, én nem tudom, hogy tehát most állat nézve, ott azért vannak kétségeim, hogy mennyire olcsóbb egy konkurens termék, nem tudom. Tehát, hogy én nem vettem újabban iPhone-t se, meg más terméket se, de azért azt szokták most már mondani, hogy azért ritka az a konkurens termék, ami lényegesen olcsóbb lenne ebben a kategóriában. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy a high-end termékek nem a közép és alsó szintű eszközök, mert oké, azt el tudom fogadni, hogy ott vannak olcsóbban, de mondjuk, hogyha nézel egy csúcskategóriás Huawei-t, vagy Samsungot, vagy egy nem tudom bármit, azért az lehet, hogy hasonlóan sokba fog kerülni. Hát most, hogy mondtad, beütöttem, ha jól tudom, a Samsungnak ez az S23 most az új csúcskészüléke. A sima S23 az olyan 400 000 forint körül van, attól függ, hogy mekkora tárhelyen veszed, de van ez az úgynevezett S23 Plus, na az már 470. Ja, az már iPhone ár, az tény. Igen, és hogy akkor itt is van a csúcs, a csúcsok csúcsa az Ultra, meg a azokból a legnagyobb kivitel az is olyan 7-8 ezer forint. Tehát, hogy most az más kérdés, hogy kell-e a telefon. Szerinted én hát ez, vagyis nem is volt kérdés, hogy nem veszem meg ezt a Maxot, a Pro Maxot, mert én rossz vagyok, ettől egy ilyen féltéglát kell magamnál hordani. Azt tényleg nem értem az előnyét, mert tabletnek nem jó, ahhoz kicsi, telefonnak meg szerintem teljesen overkill, szóval, hogy a felhasználási előnyeit nem látom ennek. A use case. Hát figyelj, a use case az, aki mondjuk sokat ül vonaton, vagy sokat hévezik, és nem fáj neki a telefont a táskában tartani, de szeretne olvasni, képregényt nézni, rajta filmeket nézni. Tehát sokat kommutál, úgymond, és emiatt nem kell neki egy tablet feltétlen, de egy kicsit nagyobb kijelző az kell. Vagy mondjuk dolgozik rajta, mert van olyan, aki ezzel dolgozik is akár. Nem feltétlenül mondom egyébként, mondom, szerintem hülyeség. Tehát nekem sose volt az Apple készülékek közül a nagyobbik. Tehát ugye ez régebb óta van ez a nagyobb átmérőjű telefon, sose láttam indokoltnak, inkább vettem egy tabletet, meg egy telefont, mert hogy akkor el tudod így választani, de azért látok olyat, akinek kell. Meg általában nagyobbat, amúgy a nők szokták, most ez nyilván nagyon sztereotíp venni, mert hogy ők nem kezsebben tartsák, hanem beteszi a táskába, elfér, viszont nagyobb kijelző, több mindent látsz rajta, jobban lehet gépelni, stb. Meg általában hosszabb körmök miatt nehezebben tudnak pötyögni a kicsin. De várj, de akkor hazugság volt, hogy a méret nem számít? Szerintem ezzel igen, tehát ezzel mindig átvernek. Most egyébként megnézve, hogy az 1 terabájtos Pro telefon, ami ugye a majdnem a legdrágább, az 870 ezer forint az Apple-nél. És a Samsung S23 Ultra, ami
gondolom hasonló kategória, az 710. Uh-huh. Szóval egy százas van benne, tehát hogy azért ott az nem kevés különbség, de hogy azért nem arról van szó, hogy duplája, vagy háromszorosan meg ilyesmi, ami régen volt, ugye. De az is kérdés, hogy ki vesz Samsungot, tehát hogy ugye most ott is megy már a fakkolás, hogy a Samsung az nem feltétlen, hanem ott vannak a jó kis Xiaomi, meg Huawei, meg egyéb készülékek, nem tudom. Én nem vettem, tehát hogy nekem 12-esen volt az utolsó készülék, amit vásároltam, az ugye két generáció ezelőtti, meg ugye idén jönnek az újak elvileg, és én 12-ről visszaléptem 11-re, mert hogy ezt kaptam céges készülékként, és úgy voltam, hogy nem akarok két telefont használni, és amúgy teljesen elégedett vagyok a 11 sebességével, egy dologgal nem, a 64 GB-os tárhelyjel, tehát hogy az kicsinál, tehát hogy ez folyamatos, minden update-nél versengeni kell, hogy akkor mit ördök le, hogy akkor legyen hely update-elni, de ez van. Na itt szólnátok hozzá, hogyha felvennénk egy adást. Jó, jó. Let's go.